Úgy szerinted tudsz ilyen szavakat, hogy ezüst fenyő? Ha a Marian nézi ezt a részt, akkor most utál engem. Mert van egy megérzésem. Van egy olyan megérzésem, hogy ő húzott engem. A tippem szerint, ugye én a... Szerintem. Tényleg. Ez nagyon jó. Nem. Isten, most kezdhetném azzal, hogy ez egy újabb vlogmas rész, igen, stb. Stb. De... olyan dolog történt ebben a pillanatban. Oh my god! Ilyen izgatott, nagyon-nagyon-nagyon régen voltam. Most látszott a címem? Na mindegy. Megérkezett az, amire az előző vlogmezben vártam, de ott nem érkezett ugye meg. És most ez is annyira Andrisosan történt, hogy ez hihetetlen. Az volt, hogy... mentem volna el. Mentem volna át Chloe-hoz a táskámért, vagy hát Chloe-hoz, mert most ő van otthon, tök mindegy, mert múltkor ott felejtettem a táskámat, és így megyek ki a kapun, és jön egy ember egy csomaggal. Elmondom, biztos nem az enyém, nem küldtek semmi e-mailt, se értesítőt, hogy ez az én csomagom lenne, stb. Stb. De mondom, azért megkérdezem. Visszafordultam, oda megyek, mondom, milyen névre jött ez a csomag? És akkor mondta, hogy Búzás András, és akkor már tudtam, hogy mi ez, és majdnem nem tudtam átvenni, ez másodperceken múlt. És itt van, nem tudom, hogy mutassam, hogy ne látszon a címem. Fú, úristen, annyira durván izgatott vagyok, nem is tudom, hogy bontsam ki. Na, szóval sajnálom, de nincs kedvem most ennél jobb szöget keresni, mert... Én ezt nem, jó, nem, ezt én nem tudom feldolgozni. Oh my god. Jó, oké, remélem jó lesz rám. Jó, az a méret jött, ami... Jó, most lehet, hogy ez ilyen nevetségesnek tűnik, de... Na jó, szerintem, úristen, imádkozom, hogy jó legyen rám, de én ezt nem hiszem, hogy ez itt van. Tehát, hogy ez lehetetlen. Úristen, ez az enyém. Jó, na, felpróbálom, és mindjárt megmutatom. Na, most nem tudom, hogy ti ezt milyennek látjátok. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy az egyen nagyobb az jobb lett volna, de nincs az az Isten, hogy én ezt visszaküldjem most, és várjak még egyszer ennyi időt. Na, én biztos vagyok benne, hogy ez konkrétan levakarhatatlan lesz rólam, és nem hiszem, hogy fogok másba járni ebben az életben, mint ez a melegítő. Úgy ma nem is akartam vlogolni, de ezt mindenképpen meg akartam örökíteni, hogy ez megérkezik, és felpróbálom meg ilyenek. Úgyhogy, úgyhogy igen, találkozunk holnap. Nem tudom, mit akarok még mondani. Na, nagyon örülök, hogy itt van. Na, sziasztok, épp azon gondolkodtam, egyébként szerda van, de pont azon gondolkodtam, hogy most nem fogjátok tudni, hogy milyen nap van, mert minden nap ebben a melegítőben leszek. Esküszöm, ma ki fogom mosni este, viszont holnap utazom Szombathelyre, ahol ajándékozni fogunk a lányokkal. Tök nyilvánvaló, hogy a melegítő szettemben megyek, ugye ebben, jaj, most láttátok, hogy kupis az ágyam, ebben. Mert ez rólad kényelmes, és nem szeretnénk mást felvenni, de ma esküszöm, hogy ki fogom mosni, és remélem, hogy reggelre megszárad. Már ilyen 5 óra van, viszont most fogunk menni az öcsémmel megvenni a karácsonyfánkat, illetve venni valószínűleg egy mikrót a... Mi? A lakásunkba, mert nyilván mi van, magunknak veszünk egy mikrót, meg nekem még ki kell egészítenem ugye azt a plüst, amit láthatatok az előző vlogmezben, hogy már megvettem a játszintának, azt még ki kell egészítenem további ajándékokkal, úgyhogy sietünk, mert már 5:30 van, és 7-kor zárnak a boltok, ami azt jelenti, hogy karácsonyfára, mikróra és kiegészítő ajándékokra másfél óránk van, úgyhogy most sietünk, megpróbálom az öcsémet rábírni arra, hogy kicsit jobban szedelőzködjön, és indulhatunk. Hát szerintem most, hogy nem jön velünk anya, most szabadon választjuk ki, mert ő úgyis kicsit választana, de mi választunk valami nagyobbat. Na, megindultunk közben, és most le fogjuk csekkolni, hogy mikor fogjuk tudni megvenni a fát. Vagy hát, hogy nem vagy benne, nem kell elfutni. Na, szóval most ki fogjuk választani a fát, és megtudjuk, hogy meddig lehet eljönni érte, mert előbb mikrót venni mennénk. Aj, de ne ilyen, aj, nekem ez nem tetszik. Ne ilyen legyen valami... Ez az ilyen sima, ami ilyen 3 nap alatt lehullatja a levelét. Nem az összes ilyen. Hát nem igazán értek a fákhoz, de azt tudom, hogy ilyet nem szeretnék, mert ez nagyon hamar lehull. Vagy ez ne...
Nem, oly, nem értek hozzá. Ez most a normális fenyő. Ez az, ami lehullik és seperheted egy évig. De ez tudja, hogy nem. Szóval ezen... Úristen, te tudsz ilyen szavakat, hogy ezüst fenyő. De fordítsd úgy, hogy szép legyen. De ez nekem nem tetszik. Mert nincs olyan fa, mint a mesében arról. De ez annyira rossz, mert most eljöttünk mi, hogy ne anya válassza ki, és még mi is szart választunk. Jó, amúgy meg igazából jó ez. Szerintem arról az oldalról ez tök szép. Jó, jó lesz ez, oké. Okay. Vagy nem. Na végül kiválasztottuk a fenyőt, de most egy ilyen óriási küldetésünk van, ugyanis egy óra alatt kell beszereznünk egy mikrót, amiről még semmit nem tudunk, csak annyit, hogy feketét szeretnénk, ugye? És megvenni valami ajándékot a játszintának. Szóval, de amúgy kiválasztottuk a fát, amiért majd visszajövünk, de a Lackó azt mondta, hogy neki tök mindegy, aztán kiválasztottam egyet, és neki nem tetszik. Ez ilyen jellemző. Nem így, hát nekem jó az. De azt mondtad, hogy úgy néz ki, mint egy bokor. Igen, de attól még jó az. De, ne, de ez nem rohadt jól néz ki, mert én még soha nem láttam ilyen fát. Ez egy bokor. Na mindegy, nekem tetszik, végül ilyen kicsit választottunk, de szépet szerintem. Ilyen terebélyes és tök jó fel lehet díszíteni. Jó, lehet, hogy vicces lesz, de igazából kit érdekel. És én igazából ma fel szeretném díszíteni, csak a Lackó ebben még nem biztos, hogy neki lesz kedve hozzá. Anya szerintem tudja olyan lesz, hogy azt mondja, hogy nem díszíthetjük fel karácsony előtt, ugye? Igen. Na jó, mindegy. Veszünk egy mikrót. Mindenképpen valami fekete mikrót szeretnénk, csak abban nem vagyunk biztosak, hogy miért. És abban biztos vagyok, hogyha a Marian nézi ezt a részt, akkor most utál engem, mert ő minden ilyen háztartási eszköz megvétele előtt tudom, hogy ilyen heteket molyol az interneten, és mindennek így nagyon utána néz, hogy melyiket is kellene választania. Én pedig úgy jövök el mikrót venni, hogy azt tudom, hogy fekete színűt szeretnék, szóval Marian, légy, ne haragudj, hogyha nézed ezt a részt, de borzasztó vagyok ilyen szempontból. Na végül nagy valószínűséggel erre esik a választásunk, mert fekete jó árban van, és pont olyan dolgokat tud, amire nekünk szükségünk van, úgyhogy igazából ez ennyi. Szia! Na, közben hazaértünk, és nagyon durva, szerintem biztos, hogy valami rekordot döntöttünk abban, hogy fél óra alatt megvettünk egy mikrót, hát szerintem anya hallja, szóval halkan. A karácsonyfát is megvettük, és szerintem anyának amúgy se tetszene, hogyha ma díszítenénk fel, mert ma nem tudom, hanyadika van, de nem 23 vagy 24, amikor mi szoktuk. Na most megmutogatom, hogy miket fogok adni a játszintának, és szerintem ezt így tök jól megoldottuk mi négyen, az általános iskolás barátaimmal, hogy minden évben így húzunk, tehát hogy nem mindenkinek veszünk ajándékot, hanem mi négyen vagyunk, húzunk, és így tök jó. A tavaly előtt is tök jól sült el. Tavaly nem húztunk. Valamiért, nem tudom miért. Ugye, amit már mutattam nektek az előző videóban, ez lesz az egyik ajándék. Szerintem ennek amúgy nagyon-nagyon fog örülni, mert már mondtam, hogy ilyet szerintem nagyon régóta szeretne, és nagyon-nagyon cuki, és ő szerintem nagyon szereti az ilyen cuki dolgokat. Amit most szereztem be, az pedig egy ilyen nagy bögre, ugyanis kaptam egy kis segítséget, mert hogy nem hát tőle, de hogy így leírtuk a csoportba, hogy aki húzta a másikat, az mit szeretne, és ő írta, hogy szeretne egy ilyen nagyobb bögrét, hát ez konkrétan egy hatalmas bögre. Ebből akár ilyen smeklevest is lehet enni, de teázni is lehet, hogyha sok teát szeretne inni, meg szerintem nagyon játszintás színe van, mármint szerintem ő ezt nagyon fogja szeretni. És tudom, hogy vágyik egy matt rúzsra, úgyhogy a Catrice-nek, most nem most beauty guru vagyok egy 3 másodpercig, szóval a Catrice-nek választottam ezt a rúzsát, mert mint, hogy így néz ki, ilyen színe van. A kamerában most világosabbnak tűnik, mint amilyen. Na jó, ez nincs türelmem, sajnálom. De ez egy matt rúzs, és igazából ennyit tudok róla, meg szerintem olyan színe van, amilyen rúzsokat szokott használni. Ezt tök jól megfigyeltem, úgyhogy ebben biztos vagyok, és biztos, hogy nem fogok csomagolni, mert arra már ma nem lesz időm, úgyhogy ezt egy ajándéktasakba fogom betenni. És igen, de az ajándékozást úgyis letervezem vlogolni majd otthon. Na és most gyorsan még megvágok egy videót, mert erre csak ma van lehetőségem. Hogyha hazamegyek, akkor semmi nem garantálja, hogy én ott meg tudom vágni, vagy meg fogom tudni, és ezt már holnap ki szeretném rakni. Szóval ezt már meg is tudjátok nézni a csatornán, hogyha ezt a videót nézitek, hogyha minden igaz. Vagyis nagyon bízom benne, hogy elég ügyes voltam ahhoz, hogy megvágjam. Na közben már nagyon este van, és most végeztem a vágással, hát egy olyan 5 órát vágtam kb. Így mindennel együtt, de most már fel is töltöttem, és holnap ez a videó ki fog menni. És vacsira, videóvágás közben vacsira rendeltem pad thait,
amiről van egy érdekes sztori. Ugyanis képzeljétek el, hogy múltkor rendkívül érdekes lesz ez a sztori, nem tudom, hogy miért mondom el. Szóval múltkor, tegnap előtt, igen gyakran eszem pattájt, rendeltem szintén pattájt. Úristen, olyan az agyam, hogy így nem tudom elmondani, mennyire fáradt vagyok. Szóval rendeltem pattájt, és üvegtésztával kaptam rizstészta helyett, és én az üvegtésztát nagyon nem szeretem, vagy hát annyira nem jó. Ma rendelhettem helyette egy új tésztát, amit ajándékba kaptam. Na igen, ez volt az izgalmas sztorim, szerintem megyek és lefekszem aludni, mert rohadt fáradt vagyok, és holnap is időre kell kelnem, mert ugye utazunk Szombathelyre, úgyhogy jó éjszakát nekem. Na jó reggelt kívánok, hát akármennyire nagyon fáradt voltam tegnap este, én nem tudom, hogy mi van velem, de már harmadik napja összesen 6 órát tudok aludni, tehát ma felkeltem 6-kor. 6-kor, én. És nem értem, hogy miért, és még kicsit fáradtnak érzem magam, de felkeltem, és nem tudtam visszaaludni. Lezuhanyoztam, elkészültem, és már rajtam is van az új, tiszta, igen, melegítőm. És most átfutottam a mellettünk lévő boltba, vettem ajándéktáskát, meg csak ilyen random dolgokat, amik még kellenek nekem az útra, hazafele. Ja, azt nem tudom, hogy mondtam, de az öcsémmel fogok utazni, mert ő is hazamegy a barátaihoz. Arra gondoltam, hogy rakjuk együtt össze a játszinta ajándékát a végleges formájában, úgyhogy most ide készítettem, és hát rakjuk együtt össze, na. Na végül ezt az ajándéktáskát választottam, mert amúgy nekem az nagyon-nagyon tetszik, én ebben nagyon szívesen kapnék ajándékot. Na, és akkor ez úgy fog összeállni ez a dolog, hogy ezeket már így tegnap megmutogattam, és... ez furán nézni, hogy ez itt van, ez olyan, mint hogyha, na mindegy. Itt van a kis plüss, itt van a cuki bögre, és a matrúzs is. Ezt itt pont bele tudom rakni a kis szatyorba, vagy hát ajándékzacskóba. Ó, tökéletes. Ő itt fog így ülni, és még amit rakok be a játszintának, mert, ja igen, ezt a videót az Aktivé támogatja, nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik, és amit rakok még be neki, az minden ízből egy, ezek szerintem kaphatóak. Ez az 5 darab kapható még, a Pumpkin Spice Latte az limitált kiadás volt, ezt tudom, és már nem kapható szerintem, de múltkor, vagy hát ebbe biztos vagyok, de nekem még pont maradt egy, és ezt a játszintának fogom adni. Múltkor adtam nekik epreset, mármint így a barátaimnak, és nagyon ízlett nekik, úgyhogy tudom, hogy ennek örülni fog, úgyhogy minden ízből rakok bele neki egy séket. Még megtoldom egy kis aktivés zöldségcsipszel, mert amikor, jaj, múltkor mutattam nekik, hogy kaptam ilyen chipset, és nagyon odáig voltak érte, és a játszintának is nagyon tetszett, úgyhogy ezt is belerakom, úgyhogy most már igazán el van látva ajándékkal. Szóval így néz ki egybe az ajándék, remélem nagyon fog neki örülni. Viszont nem sokára kell indulnunk, és én most nem tudom miért teszetoszáskodok itthon. Gyorsan még én is megiszom a reggeli kis sékemet, és aztán pedig... aztán pedig gyorsan össze kellene pakolni, mert még nem állok sehol. Tehát tényleg egy darab ruhát nem raktam el, pedig egy hétre megyünk haza. Úgyhogy most be fogok pakolni, és fogalmam sincs, hogy a következő klip honnan lesz. Találkozunk valahol. Magamnak is rakok be ebből a chipsből, mert amúgy nagyon szeretem. És az édesburgonya meg a cékla a kedvencem. A cukkini sem rossz, de az édesburgonya meg a cékla nagyon-nagyon finom szerintem így chipsként. Lackó, neked kell chips? De ilyen zöldség chips. Nincs benne olaj egyáltalán. Igen, igen, szóval akkor kérsz? Aha. Jó. Na közben már másnap van, és már megérkeztem Szombathelyre, és ma fogunk ajándékozni a lányokkal, igazándiból tegnap csak almáspitét sütött a Jáci anyukája, azt megkóstoltuk, és nagyon-nagyon finom lett, szerintem én még nem is ettem ennyire finom almáslepényt, pedig már sokat ettem. Most Lalával fogok találkozni, mert ő csinálja az ünnepi ebédet, és segítek neki ide áthozni, úgyhogy most ez lesz a program, aztán ajándékozunk, ami nagyon izgalmas lesz, mert kitaláltam hozzá egy tök jó dolgot, amit majd láthattok. Meg fogjuk tippelni, hogy melyikünk
kit húzott, így egyesével elviszük a kamerát egy külön szobába, ahol ugye nincsenek ott a többiek, és megtippeltetem a lányokkal is, meg én is meg fogom tippelni, mert mindannyiunknak szerintem van megérzése valamiért, hogy ki kit húzott. Tegnap nem történt semmi érdekes, igazándiból társas játékoztunk, ami nagyon-nagyon jó volt, de direkt ilyen kameramentesre szerettem volna, meg így a telókat is begyűjtöttük, hogy senki ne telózzon, úgyhogy nagyon kis cuki volt, úgyhogy erről nem készült felvétel. Most pedig azt nézem éppen, ahogy játszik sminkel. Gyönyörű lesz. Na, indulok a Lalához. Welcome to my crib. Szia, Lala. Nem is örülsz nekem? De majd lenne várja, ezt mi mondom. Akkor igyekszem kezet fertőtlenítani. Csókolom! Ja. Aztán. Mostan kitépted a lányát. Éreztem. Na, igazándiból fogalmam sincs, hogy ez most illegális-e, amit csinálok, de bejöttünk a volt iskolám udvarára, és ezt mindenképpen meg akarom nektek mutatni, a Lala pedig ott áll egy tálcas üteménnyel. Na, szóval én ide jártam iskolába, mármint általános iskolába. Fú, ez nagyon durva érzés itt lenni. Nyilván valószínűleg ez nektek semmit nem jelent, de én 2014 óta nem voltam itt. De milyen színes lettem. Igen, de szerintem azért kicsit... Igen, nagyon. Mert furcsa itt lenni. Na, ide jártam iskolába a Lalával 8 éven keresztül, úgyhogy... Úgyhogy igen, ez most egy szép emlék. Aki előbb megtalálja a tablót, az egy iPhone 14-et fog nyerni. Tényleg amúgy, hogyha valaki, ha valaki esetleg ide jár Szombathelyre a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézménybe, akkor... és megtalálja, a tablót. Igen, és megtalál minket a tablón, ez elküldhetné nekem Instagramon mondjuk. Kihűl a kaja, úgyhogy menjünk. Ciao. Ja, és idén is a Lala készítette nekünk az ünnepi menüt, mert... meg a Lala mamája, és ez amúgy nagyon kedves, de hát nincs ezen mit szépíteni, a Lala a legtehetségesebb ebben, úgyhogy ismét ő kapta ezt a feladatot. Ez jó érzés számodra, hogy te vagy a legtehetségesebb főző ember. Köszönöm. Szívesen. Finom. Első levese. Szívámat töltött és békönbe tekert csirke, megsütve, illetve zöldségek az egészségesség oltára állva, nem tudom. Ez az a kaja, amit így, hogyha van egy ilyen nagy tál, csak ezt hagyom ki. Semmi gond! Oldjuk a feszültséget. Hát kell valami stressz. Ne. Túl nyugodtak vagy. Játszik van, hogy borka. Nem valószínű, hát én nem. Most egy sima. Te kérsz. Elmondod, hogy milyen süti? Gesztenyés. Gesztenyés. Ez a neve a gesztenyés sütemény. Amúgy nagyon durván jó az almás lepény. Kell porcukor valakire? Ah. Nagyon durván jó az almás lepény. Köszönjük szépen. Sziasztok, én Jáci vagyok. Hát ugye én húztam az Andrist, és nekem valamiért van egy megérzésem, hogy ő is engem húzott. Szóval kizárásos alapon, akkor a Fanni és a Lala pedig egymást. Andris, hogy kell állítani? Sziasztok, Lala vagyok. Én a Fannit húztam, és van egy olyan megérzésem, hogy ő húzott engem is. De egy olyan megérzésem is van, hogy az Andris húzott, és most így nem tudom eldönteni. Jó, nem, szerintem engem is a Fanni. Egymást húztuk a Fannival, szerintem. Biztos. Sziasztok, én Andris vagyok, és a tippem szerint, ugye én a Jácit húztam, ez a biztos. Aztán szerintem a Lala húzott engem, a Fanni a Lalát, és a Jáci a Fannit. Igen, ez a tippem. Ezt raktam így össze a fejembe, és remélem, hogy ez így is fog történni. Sziasztok! Sziasztok! Ez nem jó. Én a Lalát. Baszd meg. Sziasztok! Én Fanni vagyok, és a Lalát húztam. Szerintem a Jáci húzott engem. A Lala húzta az Andrist, és az Andris húzta a Jácit. Yes! Én az Andris húztam! Ah! Oké, felborult, nem találtam! Én sem, baszd meg! De megint engem húzta, ez nagyon igen. Ez az oldal megtestesül a horse girl. Ez az, amit mindig írtunk mindenkinek, az emlékkizetekben. Igen, hogy az igen, azt hittem, nekem írtam. Ráadásul úgy van, hogy a másik oldalon pedig egy olyan póni van, aki úgy néz ki, mint te. Apa, úristen! De én pedig néztem ki. Jézusom!
ennél már csak az lett volna jobb, hogyha ízni Anzsú liliomok lettek volna rajta, de ez majdnem olyan. A munkádhoz mindenképp hasznos lesz. Több durva volt, hogy pont ma mondtad, hogy jó lenne, ha lenne. Tényleg? Ne, bozd meg! Ez nagyon durva! De ezt ma mondta ez a játszinak, ezt ma vetted meg, hát elmondta. Köszönöm szépen. Ez nagyon jó. Ja, én téged húztam. Volt egy tuti, amit így mindenképp akartam, mert ez jutott először eszembe, meg van te kívánságod is benne. Igen! Jó, mi az? Úristen! Idén a cozy vibe-okra mentem rá, mert úgy éreztem, hogy szükséged van egy kis felüdülésre és egy kis pihenésre, illetve ilyenek, úgyhogy idén is élményt ajándékozok neked, de másféle élmény. Ez a... Nem bírom! Az forró csokibomba, amit én csináltam a saját két kezemmel. Ezt az Erdély Mónika videójából látom. Igen. Úgyhogy boldog a nagyon cuki vagy, meg itt tök sok dolgot csináltál, egy muffint, meg ilyeneket is. Ja, és a jó már... Pedig te nem vagy ilyen. De, nem igaz. Hogy, hát én is így figyelembe vettem a te mondataidat, ugye te se írtad meg mindig a csoportban, úgyhogy kicsit újra kellett kérdeznem, de nagyon fogsz röhögni, mert nyisd ki, ugyanazok a dolgokat adtuk egymásnak. Nem, Lala! Mi van? Nem, jó, de ezt... Na jó, nem. Ez hogy lehet? Úristen, ja, ezt te csináltam. Igen, ezt én öntöttem ezt a gyertyát. Na jó, nagyon kellemes boldogító szeretetben, gazdag élvezetes, megint karácsonyi időtöltést, és szerencsében gazdag szép jó új évet kívánok neked, Fanni. Na visszanéztük a felvételeket, és amúgy nagyon durva, de a Fanni meg én pontosan ugyanazt a rossz tippet mondtuk. Ez az? De hogy mindenkiről azt hittük, a Lala nem értette, hogy a feladat, de amit mondott, az jó volt, és a Jáci pedig tökéletesen eltalálta az összeset, úgyhogy a Jáci nyerte azt, hogy kit húztunk. És mindenki nagyon örült az ajándékának, és most mit fogunk csinálni? Társasozunk, vagy mit csinálunk? Igen. Jó, akkor társasozunk. Sziasztok! Ja. Úristen! Szemét! Azt is vett, hogy mennyi szaloncokat. Na sziasztok, tegnap láthattátok, hogy feldíszítettük a fát Fannival, meg választottunk. Amúgy tök durva volt, mert itt Szombathelyen a Domusnál, igazából ez egy ilyen központi, ilyen kis bevásárló központ. Itt választottunk ki fát, és amúgy
nem akarok megbántani senkit, de otthon nagyon nehezen tudtunk választani fát, itt pedig annyira szépek voltak, hogy azért nem tudtunk választani, mert nagyon-nagyon szép fák voltak, úgyhogy tök durva volt, de tök jó volt feldíszíteni, meg ilyen nagyon karácsonyi hangulatunk lett, itt van egyébként mögöttem. Ma pedig kirándultunk Kőszegen, viszont ott nem szerettem volna vlogolni, azt így meg akartam hagyni négyünknek, hogy így átéljük az élményt, stb., de ide bevágok ilyen dolgokat, amiket betudok róla. Yes, queen! Ez a kedvenc részem. Egyébként nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó kis kirándulás volt. Mindig eszembe jut, hogy tök rossz, hogy annyira ritkán tudunk amúgy így négyen találkozni. Évente kb. Ilyen 3-4-szer fordul elő, szerintem, nem? Igen. Hát ja, kb. 3-4-szer tudunk egy évben így találkozni, ami amúgy tök rossz. Na mindegy, de most legalább megtörtént, és el is mentünk kirándulni. Viszont itt le is zárnám ezt a videót. A családi karácsonyt, amit otthon fogok tölteni, ezt így meghagyom szintén magunknak. Azt nem szeretném egyáltalán levlogolni meg semmi, mert a család az mégiscsak család, ugye? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogy mindig kapjatok értesítést a videóimról, lájkoljátok, hogyha tetszett, és Instagramon se felejtsetek el bekövetni. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, sziasztok! Ja, és mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyt, a szüleinek, a nagyszüleinek, a barátainak, és minden szeretteteknek nagyon boldog karácsonyt kívánok, és persze nektek is. Azoknak duplán, akik feliratkoztak a csatornámra. Sziasztok!